Fiatalok, középkorúak, idősek egyaránt részt vettek a földeáki maratoni váltófutásban. A hétvégi rendezvényen volt több kategória is, ezeket 10 perces különbséggel indították el. A futók a közeli településekről és az iskolákból érkeztek. Sokat kell dolgozni, hogy ilyen régióban Makó és Hódmezővásár, Szeged, Háromszögben, hogy valaki, amit említetted, hogy nagy rendezvényt csináljon. Dolgozunk az ügyön folyamatosan, ennek azért még 4-5 év kell, hogy elismertek legyünk a futóberkekben. Előzetesen 380-an regisztráltak, tehát a váltókba futnak cirka 140-en, tehát azt mondom 6-700 között lesz, akik valamelyik futó kategóriában. Itt az alap az, hogy 20 fős csapatok teljesítik 66 körben a maratoni távot, a 42.195 métert, és ez a templomkör, ez 640 méter, és az óvodától, mondhatom így az U5-től, egészen az plusz 55-ösökig, és van olyan résztvevőnk, nevezőnk, akinek elárulom a nevét, hogy Zékány Bandi bácsi, 85 éves, egy kört igen le fog kocogni, le fog sétálni, tehát 3 évestől 85 évesi tudunk köszönteni ma résztvevőket. Ez lesz harmadik alkalommal rendezzük meg, és most már nagyon sok olyan szponzor, nagyon sok olyan cég van, aki eddigi évekhez hasonlóan most is, és vannak már olyan ígéretek, hogy a jövő évet is már támogatják ezek a szponzorok. Annyi a változás az előző évhez képest, hogy pörkölt főző verseny van, és akkora igény mutatkozott, hogy 52 csapat, aki ma déltől főz, és délután az ilyen, a szabad ilyen gasztró utcának nevezni az egészségház környékét, mert a kavaranagyi süteményeket árusít, a gyöngycukrászda, az ország tortája, krémes, hagymás rétes hasonlóan pakol ki, és vannak a szülői munkaközösség részéről is olyan felajánlások, amivel ezt a rendezvényt úgymond duzzasztják, hogy egyre nagyobb legyen. Vannak olyan szponzorok, akinek gondolom nem mondhatok a nevüket, ők befutókapuval, ugrálóvár, olyan felajánlásokkal tették színesebbé a dolgot, amivel mi nem rendelkezünk. A színpadon a mulatos zenét játszó két zsivány, majd a Makói Mazsolett Egyesület lépett fel. Trükköket mutatott a labdával Szász Kitti, foci freestyle világbajnok, őt az Animal Cannibals követte. Később kihirdették a pörkölt főzőverseny eredményét, majd tombola sorsolással ért véget a nap.